fináléban, ezúttal név szerint Osman Osmanli kék felszerelésben, majd ellenfele pedig egy román versenyző lesz, méghozzá Florentin Tanas. Neki kell tehát valahogy megállítani az azeri hengert, ami úgy tűnik, hogy a mai napon igencsak beindult. Lelátó is egy kicsit élénkebb, ahogy elkezdődik a mérkőzés. Hallatszanak némi szurkolói biztatások. Akció azonban nem nagyon van. Egyelőre persze, alig 20 másodperc telt el a döntőből. Tanas valamivel magasabbnak tűnik Osmaninál. Kérdés, hogy ebben a kategóriában ez milyen előnyt jelent neki. Egyelőre egy-egy intés, pont még nincs. És Osmani próbált meg egy nagyobb rohamot. Meg is kapta a pontot ezért a csudán cukiél. És az előnypont is persze nála, hiszen ővé volt az első érvényes akció. Szép uralmas sikerek voltak, de találat nélkül. És megint megpróbálta Tanas. Szerelések megigazítva folytatódhat a küzdelem. A döntő fele hátra van még. Semmi nem dőlt el tehát. Ijeszget Tanas, főleg lábbal dolgozik most. Osmanli pedig megkapja második intését. Osmanli szépen betámadott fejre, nem érte el Tanaszt. Fél perc még hátra. Tanas próbálkozik, de nem igazán jár sikerrel. Sőt, bele is nézett egy láncukiba megint, úgyhogy 2-0 közben már Osmaninak. Persze ugye egy jó mozdulattal lehet 3 pontot szerezni, szóval nincsen veszve még semmi. De majdnem, Osmaninak sikerült ezzel a jó mozdulattal, amit említettem, 3 pontot szerezni, végül is semmi nem sikerült. Szépen védte az azeri ezt a Mavasigerit. Itt van egy kis szerelékigazítás. És Tanasnak egy intés. 12 másodperc. Egyre nehezebb helyzetben a román. A sportszerűen segítette fel Osmanit, aki elvesztette egyensúlyát, tehát pont ezért nem fog járni. Itt is majdnem sikerült az a bizonyos Uramavasigeri, de úgy tűnik, hogy egyszerűen nem tudják technikailag tökéletesen kivitelezni, hiába próbálkoznak. Nyilván egy rendkívül nehéz technikáról van szó. 3 másodperc. Történik-e még valami? Elérte vajon? Az idő is lejárt közben. Érdekes helyzet. Nincsen tovább vége. Vége a mérkőzésnek, letelt az idő. Úgyhogy Azerbajdzsán újabb aranyérmet könyvelhet el. Addig, hanem a nap győztese az azeri szövetség lesz, illetve versenyzőik. Osman Osmanli tehát az újabb Európa bajnok, és Florentin Tanasnak az ezüstérem jut. Harag nincsen a versenyzők közt, mindig szép dolog ezt látni.
férfias erős küzdelem volt.